Az élő Jézus Krisztusnak, a mi megváltó Istenünknek kegyelmével és szeretetével köszöntöm ma is a televízió nézőit. Isten hozott mindenkit a képernyők elé. A bibliaolvasó kalauz alapján haladok napról napra az ige előnk hozásában. Ma a Máté evangélium a 21. részéből a 23-tól 27-ig terjedő ige szakaszt olvasom. Így szól hozzánk az élő Isten. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Jézus hatalma, hatalmának honnan valósága mindig sarkalatos kérdés. Akkor, az ókorban a főpapoknak nagyon komoly kérdés volt. Ki vagy te, hogy ilyen hatalommal rendelkezel, és azokat az embereket kiűzöd a templomból, akikkel mi megegyeztünk, akikkel mondhatni szerződést kötöttünk, hogy mit lehet ott tenni, galambot árulni, pénzt váltani, és egyébként is, micsoda dolog ez, hogy hagyod magad dicsőítetni, és hagyod, hogy hozzád hozzanak mindenféle betegeket, és meg is gyógyítod őket. Micsoda hatalom ez? Ki vagy te? Ebben nem az alázatos, hódolatos megközelítés volt, pedig ezek az emberek betűről betűre betéve tudták az akkori Bibliát, az Ószövetséget, és tudniuk kellett, hogy ezek a jelek, ezek mind messiási jelek, amelyeket Jézus megcselekedett. Hogy a vakoknak megnyílnak a szemeik, hogy leprások megtisztulnak, hogy a némának megered a nyelve, hogy a süketek hallóvá lesznek, a bénák járnak, a halottak feltámadnak. Mind-mind korábbi proféciák betöltései, amelyek a szemük láttára vagy a fülük hallatára teljesedtek be. És mégis felteszik a kérdést, milyen hatalommal cselekszed meg ezeket? Én azt hiszem, ez a hitetlenség ne továbbja. Ezek az emberek nem akartak hinni. Ezek az emberek nem akarták elismerni Jézusról, hogy ő az Isten fia. Hogy ő a megváltó, hogy ő a messiás. Pedig lehet, minden egészen másképpen alakult volna, ha alázattal és hódolattal leborulnak előtte. De nem így történt. A megdöbbentő ebben az, hogy Isten annyira tiszteli a nekünk adott akaratnak az ebbéli szabadságát, hogy nem avatkozik be. Ennél jobban nem is lehetett volna beavatkozni a világ történésébe, mint hogy eljött Jézus és emberi testet vett fel. Odahagyta a mennyet, lejött ebbe a fizikai téridő világunkba, hogy megmutassa istenségének erejét és hatalmát. Te hogy mész oda Jézushoz? Mit kérdezel tőle? Miféle hatalommal cselekszed ezt? Vagy alázattal és hódolattal leborulva felismered, amit itt a Bibliában, ebben az elég vastag könyvecskében, vagy könyvek sorozatában, hiszen 66 könyvez, találsz meg leírva előre, hogy ő, amikor emberi testben itt lesz, miket fog cselekedni. És amikor majd vállalja a halált, hogyan fog meghalni? És amikor a halál tusáját vívja, milyen szavakat fog kimondani ott a kereszten? És ezek mind-mind beteljesítettek. Elége neked ez ahhoz, hogy felismerd Jézus Krisztusban, hogy ő a te megváltód is? Hogy hódolattal kérj hitet, élő hitet, örök élet ajándékát tőle? Reménykedem benne, hogy így van. Isten áldja meg ebbéli igyekezetedet, kedves televíziónézőm. Igyekezz, hogy legyen hited, könyörögj és kérd Istent.
Amen. Áldás, békesség, viszontlátás, viszonthallásra.